és tisztelettel köszöntöm megjelent vendégeinket, a televízió nézőket és képviselőtársaimat a 2018. november 10-i rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Az ülésen jelen van Bakács Edith Bernadett, Csutoráné Győri Ottilia, Ligetiné Komáromi Gabriella, Óra Lajos, Páci Erzsébet, Somlóvári Józsefné és Szabó Ákos Péter képviselők. Ezzel a képviselőtestület határozatképes. A kiküldött napirendi pontokhoz képest egy napirendi pontot javaslok felvételre, méghozzá a budakeszi 2747-es helyrajzi számú ingatlanon létesítendő vállalkozói park megvalósítása tárgyában. Ezt kérném szépen, hogy vegyük fel majd a napirendi pontok közé, illetve még egy javaslatom lenne. Vendégek érkeztek a 060/19, illetve a 060/51 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos település rendezési szerződés megkötésével kapcsolatban. Úgyhogy javaslom ezt a napirendi pontot, ami egyébként 4-es sorszámmal szerepel, akkor vegyük első napirendi pontnak, ezt lehet ugye a rendeletek. Jó, aki ezzel így egyet ért, akkor az igennel szavaz. Hét igennel megszavaztuk. Na most ugye heten vagyunk, jegyzőasszony. Igen. Jó, és úgy belelendültem itt a napirendi pontokba, hogy napirend előtti hozzászólásra szót kért Bakács Edith Bernadett. Úgyhogy akkor én persze, hogy felolvastam, csak nem kapott napirend előtti szót az alpolgármester asszony, úgyhogy most akkor hagy mondja el, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Most azt szeretném hirdetni, hogy november 24-én egy fantasztikus egészségnapot rendezünk azért, hogy a budakeszi város lakossága megőrizhesse egészségét. Itt ingyenes szűrések lesznek, például prostata szűrés is lesz. Férfi erő megtartásáról előadás az 16:30-kor, úgyhogy várjuk az erősebbik nemet. Lesz Kádár Anna Mária gyermek érzelmi intelligenciáról, lesz a stresszkezelésről délután előadás, lesz koleszterin szűrés, vércukor szűrés, neurológiai tanácsadás, hallásvizsgálat és ingyenes teljes körű szemészeti vizsgálat az a Dózsa György téren a Geridor optikában, mert a felszereléseket azt ott helyben elérhetőek, tehát erre mindenkit nagy szeretettel várunk. És lesz kreatív gyerekjátszóház is. Úgyhogy családokat várunk. Ez november 24-én szombaton itt a Városházán lesz 9 és 17:30 között. És a legtöbb szűrés az 13 és 16 óra között lesz, hogy mindenki el tudja jönni, az is, aki nem szeret korán kelni. És még egy fontos programot szeretnék hirdetni. Önkormányzatunk gyűjt a Tesco áruházban november 23-án pénteken délután, szombaton egész nap, és vasárnap 18 óráig a budakeszi élő rászorulóknak, családoknak, nyugdíjasoknak, és kérjük, hogy aki akkor azokon a napokon a Tesco-ban vásárol, gondoljon egy kedves ajándékkal a városban élő és talán kevésbé tehetős polgártársaira, és tisztelje meg minket azzal, hogy egyel több árucikket tesz a kosarába. Köszönjük szépen előre is a segítséget. Ezeket a gyűjtésben összejött árucikkeket majd december 1-én a város adventi napján fogjuk kiosztani 16 órakor a művelődési házban. Itt is szeretettel várunk mindenkit egy fantasztikus jégpálya nyitóra és az ifjúságnak egy Iván Endő Parazol koncertre. Ami még nagyon fontos, ugye a december 3-án pedig közlekedési fórum lesz, ugye a lakosság állandóan megkeres minket azzal, hogy tegyünk valamit a közlekedési helyzet megoldására. Itt várjuk mindazokat, akik a 18 órakor az Erkel Ferenc Művelődési Házban, akiknek van javaslatuk, elképzelésük, vagy meg szeretnék osztani velünk véleményüket. Itt közlekedési szakértők is fognak válaszokat adni, és itt várjuk a lakosság véleményét az M0-ás körgyűrű bezárásával kapcsolatban is, tehát ez egy nagy fontosságú közlekedési fórum lesz. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a hirdetéseket, és akkor már is megnyitnánk az első napirendi pontot. Lehet, hogy egy kicsit furcsán olvastam fel a címet, tehát a 060/19-től a 060/51-es helyrezi számig terjedő ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési szerződés megkötéséről szól ez a napirendi pont. És itt szeretettel vagy és tisztelettel köszöntjük a Kerényi Ferenc urat és Hussán Mihály urat. Ők, mint meghívott vendégek, vesznek részt az ülésen. Az előterjesztés ott szerepel a testület előtt, elég régi téma már, ez több megállapodás is született. Ez a mostani előterjesztés egy aktualizáltabb változata a múltkori megállapodásnak. Kérdezem, hogy kíván-e a napirendi ponthoz hozzászólni valaki? Látták az előterjesztést, ugye? Tehát, hogy azok akkor... Jegyzőasszony felolvassa, jó, hogy a lényeget, hogy miről szavaz a képviselőtestület, és akkor ha azzal nem értenek egyet, hozzá tudnak szólni. Igen, köszönöm szépen. Tehát az alábbi paraméterek kerülnének tervezésre. Az építési telek legnagyobb beépíthetősége 30%, a minimális telek nagyság 1500 négyzetméter, a legkisebb kialakítható telekszélesség 16 méter, a legnagyobb építmény magassága 8 méter, a zöld felületi mutató 40%, és maximális lakásszám az pedig 2, maximum 2 darab. Az önkormányzat ezen felül vállalja, hogy erre a területre vonatkozóan a településrendezési eszközöket megfelelően módosítja, illetve elindítja a módosítását, a megkötendő településrendezési szerződéseket előkészíti és aláíratja, a geodéziai felméréseket, telekalakítási, telekújraosztására vonatkozó vázrajzokat elkészíteti, és az eljárást a földhivatalnál elindítja. A tulajdonosok vállalják, hogy a tulajdonukban álló ingatlanból a szabályozás miatt szükséges területet, ami a területrészüknek a 10%-a, térítésmentesen átadják az önkormányzatnak, ugye az út céljára, a dombutca szélesítése és kikötése az új szennyvíztisztító telephez vezető útra céljából. Ugyanakkor a tulajdonukban maradó terület minden egyes négyzetmétere után 1200 forint településrendezési támogatást biztosítanak a szerződés aláírását követő 60 napon belül. A földhivatali eljárási költségeket állják, megfizetik, elkészítették a telepítési tanulmánytervet, és abban az esetben, hogyha valamelyik tulajdonos nem tudja a fentiekben említett négyzetméterenkénti 1200 forintot megfizetni, akkor az önkormányzatnak a területük további 10%-át adják le. Ugyanakkor, hogyha ez sem történik meg, akkor pedig ezzel kimaradnak a fejlesztésből, és maradnak a jelenlegi övezeti besorolásban, azzal, hogy a szabályozással érintett terület, tehát hogy a szélére kerülnek a területnek. Még egy feltétel van, hogy a terület telek határai újraosztásra kerülnek. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás az érintettek részéről, illetőleg a képviselőtestület részéről. Ha nincs, akkor indítható a szavazás. Indítsuk Petra. Két igennel egy hanggal megszavaztuk. A képviselőtestület ezt így jóvá hagyta, és akkor nyilvánvalóan a következő lépés az, hogy a szerződéstervezetet a képvisel, vagyis hát a jegyzőasszony hivatal segítségével előkészíti, és akkor azt elküldjük a tulajdonosok részére egy előzetes olvasásra, azzal, hogy egy időpontot is biztosítunk itt a tanácsteremben az aláírásra. Körülbelül ezen az ügymenet, kérjük a tulajdonos társakat, hogy akkor ebben a munkában akkor se legyenek az önkormányzat segítségére. Ha esetleg a címek, vagy valami a tulajdonos sok tekintetében megváltozott. Jó? Én nem tudom, hogy van esetleg még valami.
Nincs, köszönöm szépen, további szép napot kívánok. Viszontlátásra. Következő előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. február 26-ai rendeletének a módosításáról szól. Kérdezem, hogy van-e esetleg hozzászólás? Nincs, indítható a szavazás. Hét igennel megszavaztuk. Következő előterjesztés a 2747-es helyrajzi számon található régi szennyvíztisztító telep rekultivációs tervezési és engedélyezési feladatairól szóló előterjesztés. Elkezdjük terveztetni a rekultivációhoz szükséges munkálatokat. Erre a fedezetet egyébként az önkormányzat környezetvédelmi alapja biztosítja. Úgyhogy indítható a szavazás. Hét igennel egy hangon megszavaztuk. Döntés a fejlesztési hitelfelvételéről. Ez a hitelfelvétel amiatt szükséges, amennyiben igen lesz, tehát hogy rendelkezésre álljon az az összeg, amennyiben belügyminisztériumi forrásból nem tudjuk megkapni azt a támogatást, amiből a régi szennyvíztisztító telepet rekultiválni tudjuk, amire esetleges ígéreteink vannak, akkor is az előző napirendben megszavazott terveztetés alapján ezt a munkálatokat az önkormányzat végre tudja hajtani saját erőből. Erre biztosít fedezetet tulajdonképpen ez a fejlesztési hitel felvételének a megindítása. Amennyiben megkapjuk ezt az összeget természetesen a belügyminisztériumtól, akkor erre az összegre nincs szükség. Jegyzőasszony. Köszönöm szépen. Az előterjesztésben a szavazási arány nem jól szerepel, ott egyszerű többség szerepel, viszont ehhez minősített többség kell. Köszönöm. Igen. Kérdezem, van-e esetleg hozzászólás, ha nincs, indítjuk a szavazást. Hét igennel megszavaztuk. Következő napi rendi pontunk a Kossuth-köz csapadékvízelvezetés első ütemének kivitelezéséről szól. Alpolgármester úr. A Kossuth-köz csapadékvízelvezetése az ugye két ütemből áll, az egyik az Áteresznek a megléte, a másik pedig a magában a Kossuth-közben lévő zárt csapadékvízelvezető rendszer. Az első részben maga az Áteresz, az a Kossuth utcai kivitelezésével együtt annak részeként elkészült. A második szakaszra pályázat útján szeretnénk forrásokat biztosítani, a pályázat bízunk benne, hogy hamarosan kiírásra kerül. Ugyanakkor van egy sürgősségi tényező, ami ott kialakult, ez azt jelenti, hogy az első 36 métert meg kellene sürgősséggel építeni a Kossuth közcsapadék vízelvezető rendszeréből. Erre a tervező készített egy műszaki listát, aminek meg kell valósulnia egy műszaki, illetve tervezői költségbecsléssel. Kiküldtük az ajánlatkérőket kivitelezőknek, ezek közül még nem érkezett be árajánlat, viszont a műszaki beavatkozás sürgősségére vonatkozóan a kiküldött határozati javaslat egyes pontjával szemben én az alábbi határozati javaslatnak az elfogadását kérném a képviselőtestülettől. Budakeszi város önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kossuth köz csapadékvíz elvezetés első ütemének kivitelezéséről szóló kivitelezési szerződést a legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelezővel bruttó 7 millió forint keretösszeg erejéig ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja. Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben beérkeznek az árajánlatok,
akkor a polgármester a kivitelezési szerződést aláírhatja ezen keretösszeg erejéig, ami nyilvánvalóan a tervezői költségvetés alapján került meghatározásra. Úgyhogy az ügy sürgőségére való tekintettel kérem a képviselőtestületet ennek a határozati javaslatnak, illetve hát nyilván a kettes pontnak is, ami a 2019-es költségvetés terhére biztosítja ennek az összegnek a kifizetését. Tehát ezt kérném szépen, hogy támogassa a képviselőtestület. Köszönöm. Alpolgármester asszony. Köszönöm szépen, örömmel értesülök arról, hogy lesz csapadék vízelvezetés pályázat. Ez a városunkban egy nagyon nagy probléma. Szeretném kérni, hogy akkor vizsgáljuk majd meg, hogy a kerekmezőn az átcsapadék elvezetés az beletehető ebbe a pályázatba, hiszen ott új iskola is épül, tehát elemi érdekünk, hogy ott a csapadék vízelvezetést megoldjuk. Köszönöm szépen. Jó. Hogyha nincs további hozzászólás, akkor a módosított határozati javaslatról szavaz először a képviselőtestület. Indítható a szavazás. Hét igennel megszavaztuk. Következő napi rendi pont. Mérnöki tanácsadásra és szakértői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről szól. Óra Lajos alpolgármester az előterjesztő. Köszönöm a szót. Rendkívül sok olyan kisebb-nagyobb mérnöki feladat van a városban, amit napi szinten kell megoldani, és azért, hogy ne kelljen minden apró tervezésért külön árajánlatot bekérni, és a tervezővel a napi szintű konzultációnak a lehetősége, amit nyilván konzultációból, tanácsadásból és egyéb magához a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői segítségből áll, hogy ez biztosítható legyen, ezért egy keretszerződésben biztosítanánk ezt a mérnöki munkát. A legutóbbi testületi ülésen kértünk be árajánlatokat, a legkedvezőbb árajánlatot az Éptotál Kft. Adta, és javaslom a képviselő testületnek ennek a határozati javaslatnak az elfogadását, mert így több olyan apróbb munkának a fedezete, a mérnöki fedezetére is biztosítást tudunk evel találni, mert ellenkező esetben viszont hát nagyon sok, tehát most ugye nehéz lenne így felmérni, hogy mennyi a mérnöki munka van, ami kiszámlázásra fog kerülni az önkormányzat részére. Hadd mondjam, például a Fenyő utcában lévő lakók által kért kihelyezendően forgalomlassító műtárgyaknak a tervezése is ilyenben ehhez tartozik, vagy akár kedvező árajánlat, vagy kedvező tervezési feltételeket fogunk tudni kapni a Temető utca Szél utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás biztosítására, stb. Nem akarom tovább sorolni, nagyon sok ilyen apró tervezési munka van a városban, amire prompt kell segítség az önkormányzatnak. Tehát kérem szépen ennek a határozati javaslatnak az elfogadását. Jó, Bakás Bernadett. Köszönöm, csak annyival szeretném kiegészíteni, mert a lakosság nem tudja, hogy ez milyen mérnöki feladat. Úgy tudom, hogy út, közmű és egyéb mélyépítési területeken, tehát amivel a város leginkább el van maradva, úgyhogy ezt nyilván támogatni fog. Köszönjük szépen. Köszönjük. Indítható a szavazás. Hét igennel megszavaztuk. Következő előterjesztés. Budakeszi Makosmária városrész csapadékvíz elvezetésével összefüggő 2016. évi tervek aktualizálására beérkezett árajánlatokról szól. Kérdezem, van-e hozzászólás, ha nincs, akkor én azt gondolom, hogy indítható a szavazás. Jó, hét igennel megszavaztuk. Következő napi rendi pont a budakeszi rendőrös évvégi jutalmazásához történő hozzájárulásról szól. Somlóvári Józsefné tanácsnokasszony. Köszönöm szépen.
Mindannyiunk számára ismeretes, hogy ez évben is kiemelkedő munkát végeztek a budakeszi rendőrök. Több bűncselekmény sikeresen felderítésre került, és magas színvonalú együttműködést és eredményt produkáltak. Karácsony közelettével javaslom, hogy egy 200 000 forintos nettó értékű Erzsébet utalvánnyal köszönjük meg a város közbiztonságáért végzett munkájukat. Ennek fedezete a költségvetésbe biztosított közbiztonsági és katasztrófavédelmi keret. Kérem a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ha nincs hozzászólás, indítható a szavazás. Hét igennel megszavaztuk. Következő napirendi pont a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófa Védelmi Egyesület támogatásáról szól. Tanácsok asszony, kér szót. Köszönöm. Ez a Budakeszi Város Polgárőr és Katasztrófa Védelmi Egyesület támogatásáról szól ez az előterjesztés. Az Egyesület ez évben benyújtott egy támogatási kérelmet a működésükhöz az önkormányzathoz, mivel az előzőleg támogatott 500 000 forint csak késedelmesen került elszámolásra, így nem kaphatott addig önkormányzati támogatást az Egyesület. Azóta a város érdekében több alkalommal, több rendezvényen is segítkeztek a város közbiztonsága, illetve a lakosság közbiztonsága érdekében, például mint a Családi Napfesztivál, a Sörfesztivál, iskolakezdésnél ott voltak, halottak napján rendszeresen a temetőbe, mártonnapi felvonulást biztosították és járőröznek. Javaslom a képviselőtestületnek a határozat elfogadását, mely úgy szól: Budakeszi Város Önkormányzatának képviselőtestülete bruttó 200 000 forint összegű támogatást nyújt a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófa Védelmi Egyesület részére a tevékenységük során használt gépjárművek üzemanyag szükségletének fedezetéhez. A támogatás fedezete az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló rendeletének 11 melléklet tartalékok közbiztonság és katasztrófa védelmi sora. Kérem a képviselőtestületet a határozatjavaslat támogatására. Köszönöm szépen. Indítható a szavazás. Két igennel megszavaztuk, és az utolsó napi rendi pontunk pedig a 2747-es helyrajzi számú ingatlanon létesítendő Budakeszi Vállalkozói Park megvalósítása tárgyában aláírandó támogatási szerződésről szól. A határozati javaslat értelmében a testület, mi van ideírva, a jegyzőasszony? 759-es számú határozat. Tehát a határozati javaslat, akkor felolvasom, úgy szól, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának képviselő testülete 459/2018-as számú testületi határozatával jóváhagyta az önkormányzat 350 millió forintos fejlesztési hitelfelvételét. Ezzel a vállalkozói park kialakításának előfeltételét jelentő rekultivációs folyamatok, munkálatok elvégezhetőek, azokra a fedezet biztosítható. Budakeszi Város Önkormányzatának képviselő testülete pályázat kapcsán szerződést köt a Magyar Államkincstárral a Budakeszi Vállalkozói Park megvalósítása tárgyában. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes pont szerinti Magyar Államkincstár által elkészített szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja. Jó. Ha nincs hozzászólás, akkor indítható a szavazás. Hét igennel egy hangon megszavaztuk. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy van-e egyéb megtárgyalandó jegyzőasszony. Ha nincs, köszönöm szépen a képviselőtestületnek a mai munkáját is, hogy megjelentetek. További szép hétvégét kívánok, és ezzel a testületülést bezárom.